Jó estét kívánok, kedves nézők! Hamarosan már a régi új díszletben köszöntöm Önöket, most azonban még itt ez már könnyű zenei magazinunk, a könnyű, amelyben harmadik, egyben utolsó részéhez érkezik. A zene szó zene egyik része, az a része, amelyben Csanád Lászlóval és Varga Pállal beszélgetett dr. Koltói Ádám. Nagyon sok mindent megtudhatnak a következő több mint 20 percben is a legendás Csanád trió elmúlt sok-sok évtizedéről. Tényleg úgy telt ez a 40 évvel, főleg Lacival most már a 41-edik, hogy soha így közöttünk egy összezörrenés nem volt. Megbízhattunk, tudtuk, ha én azt a Lacival megbeszéltem, hogy 3 év múlva a 12-es kilométerkörnél találkozunk, akkor arra mérget vehettem, hogy az úgy lesz. És ez úgy is volt mindig. Ez az alapja ennek a megbízhatóság. És rendszeresen találkoztok, mostanában is ugye együtt alkottok. Igen, hát azért a régi számokat is elő kell kaparni, és el kell gyakorolni legalább egyszer. És miután én rendszeresen járok Budapestre, Patyóhoz beszoktam ugrani egy-egy órára, vagy egy másfél órára, és akkor megnézzük, hogy melyek azok a számok, amiket ott gyorsan a kis szobában elgyakorolunk. Én fölviszem a gitárt, az nem nagy kunst, és most is mindig frissítjük a repertoárt, mert úgy gondolom, hogy a régi számok között is nagyon sok elfeledett szám van, és próbáljuk ezeket elővarázsolni. És a közös szilveszterek? Most már az utóbbi években, az Jászkaverén tartjuk a szilvesztert, nagyon kellemes. Jászkaver a világ közepén. Nagyon szép a művelődési ház, talán sokan ismerik is, szépen tiszta, rendezett, és olyan családok jönnek el, akik Laciék jobban tudják, meg Katikáják, hogy 35-40-en vannak egy családban, a dédunokától, a dédnagymamáig, vagy egy unokától, úgyhogy egész, és ilyen piknik alapon szerveződnek a szilveszterek, ezt tudom ajánlani bármikor, mert kimegy ez divatból, pedig nagyon nagy sikere van ezeknek a rendezvényeknek. Hozzák a kis banyójukat, ételüket, italukat, egymást kínálgatják, minket is. És aztán bizony 8 óra orszás legyen szilveszter, amit most évek óta végig csinálunk. Volt 2 évi kényszerszünet, ami azért volt, mert 6 évvel ezelőtt engem itt a zebrán elcsaptak, és akkor egy szilvesztert a kórházba töltöttem. A következő évben a Laci gázolt el saját magát, úgyhogy akkor azért maradt el a szilveszter. Úgyhogy hát most valószínűleg azért marad el most is a szilveszter, mert engem meg a jövő hónap azt hiszem egy kicsit kicsontoznak a csípőmmel, úgyhogy valószínűleg inkább majd rehabilitációval fogok tölteni a szilvesztert, de megyünk karára még, meg hát máshova is, de inkább oda, mert nagyon szeretünk. Tegnap előtt voltunk ott, hogy eltalál egy majdnem ilyen létszámú nyugdíjas találkozón, és hát néhány órát publikáltunk, hogy nagyon-nagyon kellemes környezetben a Jászkaverén idősek. Sokan itt vannak közöttük, szeretettel köszöntjük őket minden színpadon is. Egyik őtök sem él most már Cegléden, nem itt lakik. Nem hiányzik a város? Megváltozott ez a város nagyon. Én úgy gondolom, hogy azért régen, hogyha végigmentünk az állomástól mondjuk a Kossuth térig, akkor rengeteg szórakozó hely volt, ami már sajnos nincs. Annak idején én a Róna Jazz Fesztiválokon nőttem fel, és hát azok az fantasztikusak voltak, és az élőzene mindenütt. Én az első kottáimat a déli bába a Paposihoz jártam, és a Paposi Sanyihoz jártam be, és akkor, mert nem adta oda a kottát, csak úgy, hogyha beültünk a boxba, és akkor kimásoltuk, mert hogy eltűnik a kotta. És fantasztikus volt, itt a rengeteg zenekar volt. Hát én a Lénárd Bélával, Ékkal, a Kubi és a Póka bácsikkal is játszottam. Játszottunk, jó nagyon szilveszteri bulik voltak. 17 éves voltam, amikor Nyársapáton egy szilveszteri bánt elvállaltunk, tudtunk összesen mondjuk a 25 számot, azt ismételgettük, és egy bácsi odajött, már elég italos állapot, távol, és akkor azt mondta, hogy gyerekek, kerekez a zsemle, vagy pedig hozzátok vágom a széket. Hát gyorsan a függöny mögött megtanultuk a kerekez a zsemle. Addig nem játszottunk még, én addig nem játszottam életemben ilyen magyar nótán. Azóta meg már teljesen rászoktam. És megtanultuk a függöny mögött, és utána azt mondta, na gyerekek, jó kortatok, kaptok egy százast.
Úgyhogy én akkor az első 17 éves voltam, amikor kis vonattal, vagy nem a kis vonattal, vagy nyersapától vonattal jöttem haza, és 10 forintosokba kaptam meg a 200 forintos béremet, annyi játszottunk fejenként nyersapáton egy bárban. Ez nagyon régen volt. Megszereted a magyar nótát, mert van egy asszony kórusod. Igen, hát Jászkarán van egy dalkör, akikkel, akik javarészt most itt vannak, szinte a teljes dalkör, és elkezdtünk jászsági nótákat gitár kísérettel énekelni, és járunk a jászságba fellépésekre. Most már van jász egyenruhájuk az asszonyoknak, nekünk meg ilyen bőgatyánk, vagy bőingünk a Pista harmonikás kollégámmal. És most voltunk például Pirisboros Jenőn, a Jenő nevű települések találkozóján, és nagyon nagy sikert arattunk, mert nagyon jó kis műsorunk volt. De itt azért elmondom, hogy mi nem csak jász nótákat énekelünk, hanem például a Krimitől énekeljük a Moskulik pontosan. Tehát tánzenét is, vagy az Afrikát, fűszoknyát fölvették az asszonyok, és az Afrikát a Kft-től ragyogóan előadtuk. De voltunk már úttörő nóták, voltunk orosz nótákat adtunk elő, tehát mindenféle egyveleggel elő tudunk állni, és most is megyünk jövő szombaton jász alsó Szentgyörgyre egy jász találkozóra. Patyó, te meg Pesten élsz. Nincs olyan messze, igaz? Nincs. Hát ugyanannyira van Ceglédtől, mint Ceglédből a Pestől. Hát járok sűrűn, én azért nem érzek humbágyat, 2003-ban költöztem, most a 14. éve, 13, igen, hogy mert itt élem az életemnek legalább az egyharmadát, itt vannak a barátok, itt vannak a rokonok is sokan, itt vannak az zenész barátok, hát itt van a feleségem sírja, abonyban a szüleim sírja, tehát a temetőket is sűrűn látogatom, úgyhogy sokáig tartottam itt autót garázsba, és aztán vonattal lejöttem, Budapesten nem autózom, de most már Szegeden is beszüntettem, mert eltöntöttem 80 éves korom után nem vezetek autót, mert ezt ön is közveszélyes üzemnek tartom, nem csak egy mások is, úgyhogy fölmértem a saját képességeimet, lehetőségemet. Még itt a zongora mellett elbicebócáskodom, de a volán már mellett nem akarok most már szerepelni. Úgyhogy most aztán a barátaim ide is hoztak, visznek, akik itt ülnek, köszönöm nekik, mert hát most egyik, hogy rászorolok erre, főleg, hogy ilyen sántaság vett rajta merült. Remélem majd, hogy ezen majd segíteni fognak. De szóval Budapesten élek, de azért Ceglédig maradtam, és maradok is. És hát reméljük, hogy még jó zené sokáig. Köszönöm.
Ez a hangulat bennem egy Petőfi Intézetet hoz elő, az így szól, hogy minden dal kő egy épületben, amely a felhőket érni fogja. Azt kívánom a mai vendégeknek, hogy építsék tovább a felhőkig ezt a szép életművet. Gratulálok nekik, Varga Pál, Atyó, Tanár László, Csiga. Nekem még van egy bejelenteni való. Itt a Kamarateremben lesz egy rendezvény a könyvtárért, aki tud maradjon, hívjon ismerősöket. Ez a sorozat folytatódik, ha tetszett, jöjjönek el máskor is. Minden jót, viszontlátásra! Thank you.
szívem, és ez a szerelem nem múlhat el. Rövid az élet, csak annyit kérek, maradj meg nékem, mit volt fénynek az ég. Ha nehéz a holnap, nem félek, mert ott vagy, bennem bízhatok én. Vigyázok rád, ameddig élek, féltelek én, úgy féltelek tél. Vigyázok rád, amíg dugog a szívem, és ez a szerelem nem
miért nem hiszed el? Nekem csak az kell, én vigyázzak rád. Thank you.
csatának egy okos korunk. És ha de jó partnernak, gyere, hozzátok velem még. Tárkod velem tárkod éjszakán, egy kisorsak tárk velem tovább, rád meg jól a partnered talán. Gyere, hozzátok velem már. Tudod, ez az élet most nagyon nagyszerű, ha tárkod, akkor nagyon A műsor az NKA Cseh Tamás programból valósult meg.